A dízelbotrány kitörése óta jelentős mértékben visszaesett a környezetszennyező üzemű gázolajos autók forgalma Európa szerte. Különösen a részecske szűrős korszak előtt gyártott öreg dízelek szennyezik a levegőt, ezért mostantól például Brüsszel belvárosába be sem engedik a 22 évesnél idősebb ilyen járműveket. Dugóban vesztegelnek az autók Brüsszel belvárosában. A legöregebb és legmagasabb károsanyag kibocsátású autók hétfőtől azonban már nem ronthatják a levegőt, életbe lépett ugyanis az önkormányzati tilalom. Ezentúl, ha valaki 22 évesnél idősebb vagy Euro 2-esnél rosszabb besorolású autóval hajt be a tiltott zónába, azt akár 350 euróra, átszámítva 115 ezer forintra is megbüntethetik. Ráadásul ez még csak a kezdet. 2025-től már az Euro 5-ös kocsikra is kiterjed a tilalom, hogy a levegő nitrogén-dioxid tartalma 87%-kal csökkenjen. Még szigorúbb szabályozás lépett életbe több észak-olaszországi tartományban is. Itt a 30 ezresnél nagyobb városokban már az Euro 3-as autókat sem engedik be. Magyarországon egyelőre nincs érvényben hasonló szabályozás, és az egyik legnagyobb szakmai szervezet szerint a következő években nem is várható, hogy ilyen szigorú rendeletet alkossanak. Gablini Gábor azt mondja, a hazai megoldás az lenne, ha a teljesítmény helyett a károsanyag kibocsátás alapján határoznák meg az autók után fizetendő adót. Azt gondolom, ismerve azokat az adatokat, mi szerint a Kárpát-medencének a levegője egyes időszakokban akár még a kínainál is rosszabb, tehát biztos, hogy van helye annak, hogy valamilyen egészséges ösztönző rendszerrel motiváljuk az állampolgárokat arra, hogy ne a régi öreg roncsokat hozzák be az országba, hanem fiatal használt autókat. A híradónk által megszólaltatott autókereskedő azt mondja, ma már lényegesen kisebb a kereslet a dízelautókra néhány évvel ezelőttihez képest. Az ilyen autók ára azonban már most is olyan alacsony, hogy komoly áresés nem várható. Drasztikus árcsökkenésre nem számítok, inkább arra, hogy a kint kitiltott dízelautók megjelennek majd a kelet-európai piacokon, de nagyon nagy árcsökkenésre nem számítok, mert egyszerűen nincs hova. A Nyugat-Európából száműző dízelautók tehát nem tűnnek el végleg, csupán a nyugat-európai levegő helyett a kelet-európait fogják tovább szennyezni. A híradóban Korvin Tibor riportját látták.